korcsolyázóként kezdted, majd mellette a jégtánccal is megismerkedtél, aztán 11 éves korodban történt egy sérülés, ez volt az oka annak, hogy végül úgy döntöttél, hogy akkor csak a jégtánc mellett maradsz, vagy hogyan alakult ez, ez így? Igen, hát először én egy jégtáncedzőhöz kerültem, Rempor Gabriel és Nagy Sándor kettőshöz, náluk kezdtem el korizni, és ők mondták, hogy a műkorcsajával is érdemes lenne foglalkozni, mert a kettő együtt fog olyan alapot biztosítani nekem, amivel majd sikereket tudok elérni. De akkor én nem tudtam ezt megfogalmazni nyilván kisgyerekként, de nekem életemben a tánc volt a mindenem és hát az ugrások már akkor sem hoztak lázba, pedig azt mondták, hogy nagyon jó a munkám, de, de valahogy én ezt az esek, kelek, megütöm magam, és nem volt mindig zene alatta, nem lehetett táncolni rá, én nekem ez sosem állt közel annyira a szívemhez, mint a tánc. Tehát valahogy ez az elejétől kialakult nálam, hogy én táncolni én szeretnék, ha még nem is tudtam akkor megfogalmazni, és aztán volt egy spirális combcsontörésem egy hajnali edzésen, egy műkorcsai edzésen, ami után már senki sem kérte, hogy többet műkort vagy duplákat ugorjak, úgyhogy utána már maradt csak a, a jégtánc, aminek egyébként örülök, és úgy látszik a sors is így akarta, úgyhogy, úgyhogy egy trauma volt, de szerencsére hamar elmúlt, és most már csak egy emlék. Korán párba állítottak téged Elek Attillával, milyen emlékeid vannak az első időszakotokról? Hát nagyon picik voltunk. Arra emlékszem, hogy Attilának is volt egy partnere, és nekem is volt egy, egy fiú partnerem, aki fiatalabb volt, mint Attila, tehát ilyen velem egy idős. És így rémlik egy első edzőtábor, ahol együtt voltunk, és nekem abból annyi van meg, hogy én mindenáron az Attiláról álmodoztam, hogy hát ez én a fiú, akivel korizom, én már egy másik, hogy én az atilával szeretnék korizni, mert jobban tudnánk dolgozni, tehát a, a munka menete meg a csinálni-csinálni már akkor hajtott. És aztán egyszer a következő kép az az, hogy összekerültünk egy egy edzőtáborban, ahol az én párom azt hiszem nem tudott eljönni, vagy az övé nem, nem akarok hülyeséget mondani, és összeraktak minket így egyik edzésről a másikra, és hát akkor tudom, szóval hogy nagyon boldog voltam, van ilyen videókazettánk is, így az első csúszásokról otthon, aztán utána meg elindult az a folyamat, hogy már tényleg jégtáncos pár legyünk, és nem két gyerek, aki kéz a kézbe játszik együtt, hát ez egy nagyon hosszú tizen... 15 évet koriztunk együtt talán Attilával, most nem hirtelen meg kéne számolnom, de legalább 15 év volt, és hát ott azért együtt nőttünk fel, együtt mentünk át a tinédzser éveken, és hát megszoktuk, megszoktuk egymást, és megismertük egymást, ahogy folyamatosan változtunk és nőttünk fel. És a junior korosztályban nagyon jó eredményeitek voltak. A második junior VB ezüstnek sokak szerint már aranynak kellett volna lennie. Ti hogyan értétek meg azt, hogy nem sikerült úgymond az az előrelépés, amit, amit talán ti is magatoktól ugye vártatok? Ez egy ilyen minden úgy történt, ahogy, ahogy, lennie kellett, ahogy én elképzeltem kislányként, aki álmodozik arról, hogy, hogy hova juthat el, és mindig Mondták nekünk, hogy annyit kell dolgozni, hogy ne kicsit legyen jobb, hanem sokkal jobb, mint a másik. Mi ezt mind a ketten szerintem komolyan vettük. Néha én kicsit túlságosan is, úgyhogy ezért nem voltam annyira könnyű eset. De, de úgy minden úgy történt, ahogy, ahogy nekem megígérték Kicsinek, hogyha sokat dolgozok, akkor ez meg ez meg lesz. És az egészen addig a bizonyos második ezüstérje még működött is. Tehát nagyon sok világkupát nyertünk, kijutottunk, megnyertük a világkupát is, és aztán jött ez a, ez a világbajnokság, ahol szerintem jól teljesítettünk, és igazságtalan volt a, az ezüstérem. Én abba akartam hagyni, persze elszomorodtam, hogy az egész élet igazságtalan, ez tínédzserként plusz rárakott rá, hogy egyébként is minden felnőtt igazságtalan, úgyhogy... Úgyhogy ott ezen át kellett testni, de kaptam otthonról támogatást, és hamar, tehát egy-két nap alatt ezen a, a dühön átestem, és még jobban akartam bizonyítani Szenyorba. Egy ideig egyszerre versenyeztetek, ugye a két korosztályban, a juniorban is, ha a felnőttek között is már elkezdtetek versenyezni. Mennyire volt ez nehéz, illetve hogyan ment aztán a váltás a két korosztály között, amikor végleg felkerültetek a felnőtt korosztályba? Nekünk ez egy segítség volt szerintem. A jégtáncban alapvetően az átmenet a junior és a senior kategória között az, az, nagyon nehéz, és szerintem nagyon nagy is. Pont azért, mert nálunk kifejezetten az érettség, tehát a párkapcsolati tényezője, az érzelmek kifejezése, az nagyon, nagyon nagyban befolyásolja a teljesítményt, tehát az összhatását a programnak, tehát a művészi részét, és ehhez meg kell érni. És sok esetben azok a, a technikai és fizikai képességek, amire a tizen ha 15 éves gyerekek képesek juniorban, és azt hiszik, hogy azzal ők már mindent tudnak, ahhoz hozzájönnek ezek a, az adottságok, hogy egy 25 éves azt úgy el tudja adni, hogy az háromszor jobban néz ki, hiába, hiába tud ugyanannyit technikailag, az egy pofon mindenkinek az életébe. Tehát én most is azt látom, hogy hogy egyáltalán nem biztos, hogy azok a párok, akik juniorban a, a csúcson vannak, azok érik el a legjobb eredményt szeniorban. Sőt, erre azért elég sok példa van. Tisztelet a kivételnek, akik ugye most is a, a világbajnokok. Úgyhogy nekünk ez egy segítség volt, mert ott voltunk a csúcson, az önbizalmunkat megkaptuk, és éreztük, hogy hogy amit tudunk, az már magas szintű is van keresni keresnivalónk, ugyanakkor belekostolhattunk a, a szenyorok világába is, így a balanszot, meg talán a lelki világunkat, ezt, ez segített felkészülni arra, hogy mi vár ránk a jövőbe, már és még hozzáteszem, hogy mivel fiatalok voltunk, olyanokkal is találkoztunk, akik nekünk még gyerekkori példaképeink voltak. Úgyhogy nekem pont ez az első év, akár a Budapesti EB, egy olyan élmény volt, ahol a, a NAFKA Kosztamara után léptem égre, akinek a videóin nőttem fel, és tanultam, hogy hogy korcsázik, és azt arról álmodtam, hogy majd egyszer én is tudjak úgy korizni, aztán én kövezkeztem egyszer csak utána égen, és ráadásul még többen is tapsoltak nekem, mint nekik. Úgyhogy nekünk ez egy nagyon nagy segítség volt. Négy világbajnokságon, öt Európa bajnokságon, és ugye aztán a 2006-os Torinói olimpián is részt vettetek együtt. Melyik verseny maradt neked a legemlékezetesebb? A, a legemlékezetesebb az nyilván az olimpiai éve volt, és az olimpia utáni e, zűrzavar Kángáriban, mert azt sosem fogom elfelejteni, hogy ott történt velem megint egy trauma, és ott valahogy ezt megéreztem előtte ott szenyorban már nem volt akkora szerencsénk valahogy, mint, mint juniorban, tehát amíg a junior éveink teljesen tökéletesek voltak, se sérülések, se problémák, se semmi, úgy ahogy fölléptünk szenyorba, és megszűnt ez a kettőség, úgy valahogy megváltozott a, a karrierünknek a menete, és egy kicsit megakadtunk, és jöttek ezek a sérülések, ami, ami megutána megnehezítette az egészet, és végül is ahhoz vezetett, hogy szétmenjünk, de hát mindenfelképpen az az Elb, amikor... A, amikor ott voltunk, hogy, még nem, hogy már tudtuk, hogy mehetünk az olimpiára, és már viszont nem volt ez a nyomás, és szabadon tudtunk korizni, nekem szerintem az, a, az Attilával felnőttben a legnagyobb élmény, mert valahogy a vb re mindig elfáradtunk, ezt a junior korból felhoztuk, hogy addigra mi mindig fáradtabbak voltunk, és ott jobban izgultam, hogy rontunk. A 2006-7-es szezon végeztével döntöttetek úgy, hogy nem folytatjátok együtt ott ugye az Európa Bajnokságon volt Attilának a, a lábtörése, ez volt-e a fő ok, ami miatt ti elhatároztátok, hogy akkor az ő hosszabb rehabilitációja miatt ő abba hagyja, és te pedig mással folytatod? Nem, nem, nem határoztunk mi akkor el semmit. Ez egy nagyon nagyon rossz élmény nekem, vagy egy nagyon furcsa dolog, mert annyira jó formában voltunk abban az évben, és már olyan jól tudtunk teljesíteni, hogy ott éreztük azt, hogy megértünk a, a szenyor szintre, és hogy ott is van keresni valónk, és már a, a Grand Prix előtte már a utolsó csoportban melegíthettünk, tehát elkezdtünk a, felnőtt mezőnyben is fölfelé lépkedni, amit ugye juniorban végigcsináltunk, tehát ez egy, az egy olyan történés volt. Emlékszem arra az edzésre, hogy mondtam az Attilának, hogy furcsán érzem magam, figyelj, figyeljünk oda, mert valamiért most nem olyan, mint szokott lenni, és tényleg annyira jót futottunk előtte, hogy még fel is hívtam a figyelmét, és aztán derült évből villámcsapásként ért az, hogy ott feküdt a -e egy, egy semmi lépésben, és utána csak így sodrottunk az eseményekkel, és uh, ott, uh, hogy szétmentünk utána, abba azért annak nagyon sok uh, nagyon sokan közre játszottak benne. Nekem az edzőm, a külföldi edzőm kérte Nikolaj Morozov, hogy menjek el egy próba korcsolyázásra, mert ugye mivel mindenki, mivel az ebén történt, mindenki tudta, hogy az Attila megsérült, felkeresték többen, hogy korcsolyáznék-e mással, ő akkor azt tanácsolta, hogy erről ne szóljunk az Attilának, ami így utólag már tudom, hogy borzasztó nagy hiba volt, én akkor szimplán szót fogadtam ez nyilván kiterült, és utána volt egy kellemetlen megbeszélésünk, ami, ami utána az Attila keresett egy másik partnernőt, és neki lett egy felkérése, amit ő el is fogadott, és akkor ő így kiment Amerikába, én pedig itt maradtam, és akkor végül is ebből nem tudtunk mi már lelkileg kijönni, és talán a mai napig sem olyan a viszonyunk, mint előtte, mert, mert ez egy olyan kellemetlen momentum volt, ami, ami hát a, a karrierünk végét jelentette, és ez ott kezdődött, amikor nyilván az Attilának a bokája eltört. Néhány hónappal később aztán egy orosz partnerrel folytattad, Maxim Zavozinnal, akit ugye ismertél korábban, hiszen egymás ellen versenyeztetek a 2004-es Junior vib n ő az előző párjával mögöttetek végzett bronzérmesek lettek. Miért ráesett a választásod, hogyan indult ez a partnerség? Hú, hát ez egy érdekes történet. Amikor egyedül kezdtem el itthon edzeni, valahogy sose jutott eszembe, hogy nem lesz folytatás. Tehát emiatt nem aggódtam, hogy, hogy itt most vége. Ez az eszembe se jutott, mert ez nem történhetett meg. És aztán kaptam egy felkeresést tőle, mert ők is szétmentek a partnerével hogy szeretné folytatni, neki az édesanyukája volt az edző, és akkor így kerestek meg engem, hogy esetleg egy próba korcsajázásra sort keríthetnénk el. És én akkor nem tartottam őt jó korcsajázónak, mert hát mögöttünk végzett, tehát ez a 20 éves, a világ gondolatban, aki mögöttem volt, az nem volt jó, de hát előttünk meg nem nagyon volt már senki, tehát nyilván ez be kellett ismerni, hogy volt egy próba korcsajázásunk, ami nem sikerült túl jól, úgyhogy én azt mondtam, hogy nem, akkor még én inkább várok. És aztán utána egy három-négy hónappal később, amikor már nagyon sokat korisztam egyedül, akkor így végig gondoltam, hogy hát igazából meg kell tanulnom megszokni a másikat, meg egy új emberhez alkalmazkodni, és akkor felkerestem újra, hogy csináljunk még egy próbát, és hát akkor abból a próbából jött egy új, egy új karrier és egy, egy, egy új pályafutás. Az első szezonotok aztán igen szerencsétlenül alakult, mert ugye az Európa-bajnokságon az ő betegsége miatt kellett visszalépnetek a kül előtt, a világbajnokságon pedig nem tudtatok elindulni. Ugye ott volt az az ominózus sérülésed. Hogyan éltétek meg ezt? Mi történt abban a, abban a szezonban a versenyeken? Hát ez az egy, az egy nagyon hosszú év volt, amire igazából nem is tudok úgy igazán visszaemlékezni. Tehát azt tudom, hogy rengeteg új élmény ért, egy teljesen új világ nyílt ki előttem, én kiköltöztem akkor Amerikába, addig ugye itthon edzettünk Attilával, csak táborokba mentünk ki nyáron, ott meg teljesen kiköltöztem, tehát akkor szinte csak látogatóba jöttem haza, és kint kezdtünk el edzeni. Úgyhogy ott rengeteg izgalmas, meg, meg bonyolult, meg nehéz dolog volt. Elkezdtünk egy vagyonatúj stílust megtanulni, egy új párt felépíteni, ami szerintünk nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Tudtunk elmenni az edzőknek köszönhetően nagy súgba, ahol teher alatt is ki tudtuk magunkat próbálni, vagy az új programokat, és akkor jött ez az Európa-bajnokság, ahol... Igazából meglepetést okoztunk mindenkinek az első napon, mert azt mondták, hogy azért egy új pár, aki, aki most kihagyott egy pár évet, hiába volt juniorban a, a legjobb, mert ugye maximum utána junior világbajnokságot is nyert, tehát, hogy a legjobbak voltunk, mégis azért előről-hátulról fogják kezdeni, meg ugye az első csoportba kellett futnunk, nem is a legjobbakkal, és az első nap után rögtön egy 11. helyre fölkerültünk, tehát már futottak 20, még mindig elsők, még mindig elsők, és valahogy ott felül maradtunk, mert, mert nagyon jó volt a, a bemutatkozásunk. És a programjaink is jók lettek volna, úgyhogy ott a, a második, tehát a, akkor még három programot futottunk, a második programnál már max lázas volt, és így ezt nem tudtuk bemutatni hibátlanul, és pont emiatt kellett úgy döntenünk, hogy nem maradt tereje arra, hogy kürt fusson, tehát egy nagyon beteg volt hogy vissza kellett lépnünk, de az fájt, mert, mert szerintünk nagyon jó formában voltunk, és tényleg egy olyan bemutatkozás volt, amire készültünk, amire jók voltunk, és erről is álmodtunk, hogy ennyire jól vissza tudjunk kerülni körülbelül arra a szintre, ahol két éve mind a ketten abba hagytuk. Hát ez nem történt meg, és akkor erre jött rá az a bizonyos fejsérülésem a, a világbajnokság előtt, ami, ami hát ugye ez teljesen elvágta az egész szezont, és hát nem tudtuk, hogy hogyan lesz tovább. Szóval. Nagyon súlyos sérülés volt az, én ugye ahogy utána olvastam, aztán még három hónapig ezt ahogy nyilatkoztad, nem hallottál a, a bal füledre is, hogy az egyensúlyérzékkel is problémák voltak, egy lábon nem tudtál megállni, szédültél, tehát ez egy komoly dolog volt, és egy ilyen helyzet, amellett, hogy fizikailag megviseli az embert, nyilván lelkileg is, hogyan tudtál visszajönni ezután a sérülés után? talán egy két-három hónap volt, mire, mire eljutottam arra a szintre, hogy újra volt véleményem a dolgokról, addig igazából csak vegetáltam, tehát aludtam, ettem, fölkeltem, gyógyszereket kaptam, és teltek a napok. Ott a rövid távú memóriám nagyon sérült, éppen ezért azt újra kellett ingerelni szudokuval, meg, meg mindenféle keresztrejfénnyel, és akkor kaptam egy támogatást erre a hiperbárterápiára, amiért ma is nagyon hálás vagyok, mert onnantól vannak újra emlékeim, tehát ott úgy valahogy újra kinyílt a világ, és elkezdtem érzékelni a, a körülöttem lévő dolgokat, és hát ott nem volt kérdés, hogy az volt, hogy vissza kell mennem a jégre, és mennem kell az olimpiára, hiszen elkezdtük négy év, három éve, ezt most be kell fejezni. Tehát valahogy semmi más nem jutott az eszembe, ez hajtott, ez volt a cél, és ezért mindent, amit kellett, úgy, ahogy kérték, megtettem. Amikor rángettek a jégre, azonnal rámentem a ct után, amikor gyógytornára kellett menni, akkor gyógytornára mentem, az ideg is elszakadt a bal oldalamba, úgyhogy azt is meg kellett várni, hogy szépen visszanőjön és ingerelni kellett. Úgyhogy először nagyon bizonytalan voltam, és hát nem mondom, hogy könnyű időszak volt azt megszokni, hogy, hogy az ember úgy gondolja, hogy hát nem tudja már megcsinálni, és hogy vajon meg fogom-e tudni. Úgyhogy ott nagyon kellett a támogatás a hazaiaktól, és akkor kerültünk ki Moszkvába Alexei Gorskovhoz, akivel előtte sokat dolgoztunk ilyen nyári táborokban, de nem ő volt az edzőnk, és ott nagyon támogató csapat várt engem, és tényleg mindent megtettek azért, hogy fel tudjunk készülni. Segítettek, a jégpálya mellett tudtak elszállásolni, hogy minél többet tudjak pihenni az edzések között. Úgyhogy ezért én nagyon hálás vagyok, és ott egy új világ nyílt meg előttem. Tehát átértékeltem azokat a problémáimat, amik korábban voltak, hogy nem voltam elégedett a partnerem teljesítésével, vagy éppen azzal, amit csinálunk, tehát valahogy egy, egy másik világ ért el hozzám, tehát hogy megértettem, hogy mi az, hogy élni, és hogy jól érezni magad, és képesnek lenni, egyáltalán ott lenni, hogy ez egy mekkora ajándék az élettől. Úgyhogy ez egy boldogságban telt el utána, amikor elmúltak a fájdalmak, egészen a kvalifikációig. És ahogy említetted, a 2010-es olimpián részt vehettetek, emellett pedig világ és Európa bajnokságon is legjobb tíz közé kerültetek és a világkupa döntőbe is bejutottatok. Hogyan éltétek meg ti a, a, közös világversenyeket, utána ezeket az eredményeket azok fényében, amiről beszéltünk, ami előtte történt, ugye a sérülések, betegségek, illetve magát az olimpiát? Pont egy, egy új élet kezdetén voltam, és az állam az volt, hogy egyáltalán megmutassam, hogy én még odavaló vagyok, és még tudok sportolni, és tudok járni, és pedig azt mondták az orvosok, hogy örüljek, ha majd egészségesen járok, ne a sporton járjon az eszem, mégis sikerült kijutnunk, és ott voltunk, úgyhogy az elő, első pillanattól az utolsóig nekem ez egy, egy nagyon nagy élmény volt, és minden pillanatát százszerzalékon megéltem, és, és szerintem nagyon-nagyon jól tudtunk orcsajázni a körülményekhez képest, mert hát nem tudtunk új programot készíteni, a felkészülést mi csak júliusban tudtuk elkezdeni, mire helyre jött a fejem, tehát nem voltam még százszerzalékos, de mégis ott tudtunk lenni, és ami bennünk volt, ezt ki tudtuk adni. Utána a világbajnoki tizedik hely az már egy abszolút bónusz és örömkorcsejázás volt, nem volt rajtunk semmi teher, mert annak örültünk, hogy be tudunk fejezni egy nagy versenyt, mert előtte ugye nem sikerült közösen és, és utána kezdődött az igazi izgalom, hogy végre sérülések nélkül fel tudtunk készülni erre a bizonyos évre, ahol kijutottunk a Grand Prix döntőre, ami egy gondtalan felkészülés volt, és végre megmutathattuk azt, hogy, hogy még van bennünk, és hogy még hova tudunk fejlődni, és ez rögtön, rögtön hozta is az eredményt, tehát kijutottunk erre a, a felnőtt Grand Prix döntőre, ahova a világ legjobb hat párja jutott ki. És ez már egy olyan dolog volt, amit nyilván a világ is felkapta a fejét, hiszen ez már nem egy junior, hanem egy felnőtt korosztály volt. Aztán az első napon annyira mindenki harmadik akart lenni, mind a hat párból, hogy egy ilyen extrém keresztbeverések következtén, mi jöttünk ki harmadiknak. Úgyhogy mi is ott álltunk, mert oda mentünk, arra számítottunk, hogy esetleg, ha szerencsénk van, akkor egy ötödik hely, mert azért még nem tartottunk ott, nem volt meg az az x év rutin, amit a többiek már végigcsináltak együtt. És hirtelen ott voltunk, hogy hát már a sajtótájékoztatón ülünk a dobogósok között, és mondjuk a véleményünket. Úgyhogy ez egy, egy csodálatos élmény volt, visszaigazolás a munkánkról, amiben gyerekkorom óta hittem, hogy ha többet dolgozok, akkor, akkor elérjük az eredményt. Ez, ez a legjobb szezonunk volt, ami lehetett, aztán ezt se tudtuk befejezni. Igen, és ugye a 2010-11-es szezon után fejeztette be a versenyzői pályafutásodat, és Moszkvában maradtál, ott kezdtél aztán edzősködni. Mindig is úgy tervezted, hogy edző leszel, illetve ugye a jég az életed része marad a versenyzői pályafutásod befejezése után is? Max is akart meg kitejesedni, és ő egyből az edzősködés felé fordult Oroszországban, és hát nekem is adta így, valahogy automatikusan jött, hogy akkor én is, és még egy fiúval elkezdeni, még egyszer előről korcsolyázni, ehhez már nincsen kedvem, és így magától érthetődő volt, hogy akkor edzősködni fogok ott kint először, nagyon jó tapasztalatokat tudtam szerezni abból, hogy ott most hogy képzik a a korcsajázókat. Elsősorban műkórsajázókkal dolgoztam ott, nem jégtáncosokkal. Valahogy a jégtáncra nem tudtam odafigyelni, amikor abba hagytuk, mert még volt egy ilyen hiányérzet bennem, hogy egy sérüléssel hagytuk abba. Úgyhogy ott csak műkórsajázókkal foglalkoztam, és akkor, amikor hazaköltöztem, akkor jött újra, hogy esetleg a, a jégtáncban újra van dolgom, és lenne mit csinálni. És itthon megalapítottad a saját egyesületedet. Miért döntöttél úgy, hogy hazajössz, és hogyan fogalmazódott meg akkor ez benned, amit mondtál, hogy itthon a jég, táncot, akkor szeretnéd jó eredményekig vezetni az itthoni kettősöket? A hazaköltözésem után elsődlegesen a családomra fókuszáltam, mert egy kicsit úgy éreztem, hogy túlzottan elbillentem a másik irányba, és nagyon keveset voltam velük, úgyhogy a, a családi Cégben, illetve nekik próbáltam segíteni az első körben, és távol maradtam a, a magyar jégvilágtól teljesen. És akkor úgy is tűnt, hogy lehet, hogy ez, ez, így is fog maradni, hogy egy korszak lezárult, és akkor jön egy másik. De aztán kaptam telefonhívásokat, ahogy így kiderült itt a, a magyar korcsolyás közegben, hogy itthon vagyok, kaptam felkéréseket, nem tudtam rá nemet mondani, mert nyilván legbelül a szívem mélyén hiányzott a korcsolyázás, és akkor így szépen lassan visszakerültem a, a, a jégre egyre több felkérés jött, én segítségképpen kezdtem el járni, hogy csak segítek, és mindenkinek amit tudok, és így meg tudok tenni a, a saját erőmből, azt megteszem. Aztán annyira visszabonzott ez az egész, hogy láttam, hogy csak segítséggel túl sok eredményt nem tudok elérni hogy hogy akkor tudok a legjobban segíteni ezeknek a gyerekeknek, hogyha ha tényleg azt a tudás, meg azt a tapasztalatot, azokat a rendszereket, amiket Amerikában, Oroszországban megtanultam, hogy működik ezeket. Megpróbálom a magyar kultúrába, a magyar gyerekeknek a, a rendszerébe időbeosztásának megfelelően beépíteni, és megtervezni, hogy nekik is legyen lehetőségük legalább annyi, mint nekem. Honnan indultatok, és hol tartotok ma, hogyan zajlik a munkanálatok a klubban? Igen, hát ez nem egy több tíz éves történet még, hanem egy viszonylag friss dolog. Én egy már meglévő jégtánc egyesületet vettem át, aki az egyik tanítványomnak az anyukájai volt, így volt benne már akkor kettő darab táncos pár, velük kezdtük, és hát most azt hiszem tíznél tartunk, és műkorcsajazók is van magak már nálunk, nem is akármilyen eredménnyel, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült a jégtáncot egy picit újra ha más is nem, legalább egy családot felépítenünk, hogy, hogy újra legyünk. Mert amikor ezt e, az egészet elkezdtem, sajnos az a két pár volt összesen Magyarországon, junior és felnőtt korosztályba is, és most azért nagyon szépen nőnek a létszámok, jönnek a gyerekek. Most ott tartunk, hogy minden kategóriában van versenyzők, és remélhetőleg meg is tudjuk nyerni az összes kategóriát már majd az országos bajnokságon. A párod nem a sportból jön, viszont ti hogyan ismerkedtetek meg, hogyan találkoztatok? Hát mindennek a víz valamilyen formájához van kapcsolódása, mert hogyha nem égen voltam, akkor a vizen voltam, és kihasználtam azt, hogy most már van egy szabad nyerem és a Balatonon töltöttem a, a nyarat, és ott a vitorlázással ismerkedtem meg, és ezen keresztül ismerkedtem meg a párommal is, aki vitorlázó versenyző. Úgyhogy most ott vagyok leigazolt, amíg edzőként és egyesület vezetőként dolgozom a jégen, így nyáron nála versenyzem, vagy vele versenyzem, és ez egy ilyen újabb élmény, meg egy újabb lehetőség arra, hogy bár már a profi pályafutásomat azt abba hagytam, de még mindig azért azok az izgalmakat, nem csak a pályaszéléről, hanem magán a, a vizen, ha nem is a jégen fagyott formában újra át tudom vele élni. Edzőként mi az, amit te a itt vallásodnak tartasz, milyen célokat tűztök most ki a tanítványaiddal? Edzőként én nekem a legfontosabb célom, hogy ne az én elmaimat valósítsam meg, mert én szerintem mindent megvalósítottam, amire, amire vágytam, hanem hogy megtaláljam bennük azt, hogy ők, ők meg tudják valósítani, és hogy nekik alakuljon ki az a, az a vágy, az a, az a cél az életükben, amit el akarnak érni. És bár nagyon fontosnak tartom az iránymutatást és a nevelést, és a, azt, hogy, hogy mi legyünk a példaképek, és tudjunk nekik mindenben segítséget nyújtani, én azt is, tehát az orosz alapok mellett ezt a nyugati szemléletmódot, hogy tényleg, ha kialakul benne a vágy, akkor én azt szeretném támogatni. Tehát nem gondolom, hogy mindenkinek olimpiai bajnoknak kell lennie, sőt, nagyon kevesen alkalmasak arra, hogy, hogy ilyen magas szinten sportoljanak, és nem nem az a célom, hogy esetleg megtörjek olyan gyerekeket, akik, akik sportolni vágynak, és én szeretnék belőlük olimpikon csinálni, de ők nem, hanem hogy pont, hogy megtaláljam, hogy kinek mi a célja, és ebben együttműködjünk, és megtaláljuk azokat a helyeket, hogy ki, hol és milyen szinten tudja űzni ezt a sportágat.